Sziasztok, üdvözlet, Titkes Sanya vagyok, ez pedig a Farming Simulator 15 Gold Edition 29. epizódja. Na, az előző részben sikerült megvenni ezt a földet, illetve még mindig 108 ezernél járok összegben. Ezt el is szeretném most költeni, és egy olyanban gondolkozok, olyan dolognak a létrehozásába, hogy ezt a két föld területet, ezt össze szeretném kötni. Mármint a 23-ast és a 25-est. Úgy, hogy egyszerre tudjuk beültetni. Tehát ez még nem biztos, hogy ezt meg tudom oldani, de ahhoz látok kettő terület között zöld felületet. A zöld felületet azt ekével szeretném eltávolítani, ekét pedig itt tudunk választani. Nem a legolcsóbbat akarok megvenni, de olyat akarok megvenni, amit tudok is használni a jelenlegi mi ez traktorommal. Tehát ezt a 300 lóerős 6 méter széleset nem fogom tudni megvenni. Hát szépen eldolgozgatok én ezzel a... Ezt nem tudom, hogy el fogom-e tudni húzni, valószínű. Mindegy, most jelenleg veszek egy ilyet. Majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Jó. Rendben, 2,5 méter, hát egy pár szó végig fogok menni rajta. És mit látunk még ott? Fákat. Azokat a fákat is ki szeretném vágni. Remélem azokat ki lehet. Úgyhogy... ja, közben ilyenkor nem megy a kombány, mondom meg, hogy még mindig aragolja kifele. Úgyhogy a favágás, tehát erdészeti technológiákhoz menjünk, erdészeti felszereléshez, nincs rengeteg sok pénzem, csak 86 ezrem. Úgyhogy először is veszek egy ilyen rönkvágót, hogy meg tudjam szüntetni a rönköt, már így is idegesít kettő darab. Végül is nem is volt drága, nem is drága, most már mondhatom azt, hogy nem is volt drága. Tehát el tudom tüntetni. Illetve itt van nekünk egy utánfutó, amire rá tudjuk rakni a farünköket. Van nekünk majd így ilyen gépezetünk, amivel egyből el is tudjuk szállítani, meg ki tudjuk vágni. De hát ez iszonyat drága, úgyhogy egyelőre ezt nem. Magát a aprítékat nem akarok foglalkozni. De ezzel ki tudunk vágni farünköket. De erre még nem pakolható olyan nagy rönk. Úgyhogy ezzel meg később majd, hogy fát fogunk ültetni. Most először egy ilyen, mivel csak 17 ezer forint, nem is drága, úgyhogy veszek egyet. Illetve megveszem ezt a rakodógépezetet. És már pikpak nincs is pénzem. Már is csak 10 ezer lett. Na ezzel megyek, ezt kiürítem ezt a utánfutót. És utána lehozom a cuccokat, és akkor ki megpróbáljuk azokat ki írteni ezeket a fákat. Mivel nem vettem olyan gépet, amivel ki tudnám vágni ezeket, úgyhogy ezeket kézzel fogom kidölteni. Először is csak egyet megnézni, hogy meg tudom-e oldani a jelenlegi kapacitással, hogy el tudom-e vinni őket. Azért néztem hirtelen hátra, azt hittem, hogy eltűnt egy utánfutó módom, olyan könnyen jövök. Na. Most mi van? Elromlott a traktor. What the heck? Ma ő beleakadt. Összeakadt a két utánfutó. Na mindegy. Na ürítsük ki. És mert ebbe az utánfutóba már nem fogom tudni sokat leereszteni, úgyhogy inkább kibarítom. Na úgyhogy ezt a terület össze építést szeretném most ebben a részben. De természetesen közben mellette azért pénzt is kéne keresni. Úgyhogy itt fogom aratni, ültetni a dolgokat, permetezni, stb. Mármint nem én, hanem az alkalmazottak. Csak az alkalmazottakat el is kellene látni ilyen dolgokkal, mint hogy elvinni tőlük az anyagot, meg stb. Elég piszkosak már a járművek. Néha-néha unatkozok, akkor leszoktam mosni.
Így ezt a piros zetort is már lemostam múltkor, ez már nem is látszott, hogy mi piros, annyira piszkos volt. Jó. Haladjunk, haladjunk. Az nem is tudom, az beülős volt az a rakodós szerkezet, na majd kiderül. Először is nézzünk egy térképet, hogy hogy állunk, nem erre fel, a másik irányba. Nem, ha jó irányba mentem. Na, ezeket... Aha, beülős, jó, gyönyörűen meg is néztem. De nem ezt akartam volna csinálni, hanem azt, hogy ezt hazaküldjük. Úgy. Igen. Ez az utánfutónk, tökéletes, ez a rönk, hasító, ez pedig az eke. Na, ezeket fogjuk most kipróbálgatni. Ezzel a géppel. Na. Először is mit kellene csinálni? Felpakolni és elvinni az utánfutóval. Hú, ez kamion utánfutó? Hú, azt nem is láttam. Vagy fordítva? Nem, így van beállva. Akkor ez kamionhoz való. Oh-oh. Akkor ezt még innen én nem fogom tudni elvinni. Ja. Na akkor mennyi egy nyereg szerkezet? Biztos drága. Ó, nem 8900. Megvásárolva? Jó. És akkor már csak 1300-an vagyunk. Úgyhogy jó, bevásároltam megint. 200 ezeret elköltöttem, az szép. Pont a hitelt elköltöttem még egyszer. Na, akkor ott jártunk, hogy ezt is hazaküldjük. Mondom ezt. Na, ott van. Pakoljuk is fel. Erre jó kis hosszú rönkök felrakhatóak. Úgyhogy nem is akarok én kisebb rönkökre vágni dolgokat. Oké, felakasztva. Nem, ez így nem lesz jó. Így. Ezzel csak elvihető, nem? Főleg, ha rá tudnék állni normálisan. Elég furcsán áll alatta. Jó, elvihető vele. Nem tudom, mekkora hosszú rönköket erre, lehet erre rakni. Majd kiderül. Mindjárt vége ez a vetőgép. Na, melyik útba van? Melyik van útba? Ez az első, ez a fa. Nézzük meg először is, hogy ki lehet-e vágni. Még kell gúrok le ezzel. Ki lehet, tökéletes. De ül a fa. Elméletileg így nem fog kidőlni. De kidől. És pont rá... Na hát az, látjátok, itt nekik fel se kell rakni. Igen, azokat levágjuk, azokat a gajakat. Ú, ez jó nagy fa. Na, azt akartam levágni, ezt a kis ágat. Oké. Okay. Megaljazzuk, amit csak tudunk. Ez elég hosszú lett. Nem is akarok annyira levágni gajakat róla. De ezt nem fogunk tudni felemelni. Minimum ketté kéne vágni. Mi a hosszú az utánfutó? Ja, szerintem itt elvágom. Hol van a vastagág? Ez a közepe, nem?
Ott elvágjuk. Jó. Nem akarom feldarabolni. Jó, menjünk, ne beszorultam. Saját magamat ki tudom menteni? Ha valahol beszorulok? Jó, ki tudtam jönni. Na, most nézzük meg, hogy ezt el tudom-e szállítani. Hé, azt a kicsit nem akarod még megcsinálni? Mi az, pont abba az irányba fogunk menni? Oké, okay, akkor ez itt maradhat. Úgy, ez itt maradjon ez a gép. Vigyük el a fát. Azt tudni, le kell ezt ezeket gajazni. Ja. Oké. Okay. Oké. Okay. Szárazokat az levágom. Na. Le tudom ezt akasztani, úgyhogy utána vissza tudom akasztani? Ezt jól megmondtam. Na, no, úgy utalom, amikor így belakad. Jó, na mindegy, nem foglalkozok vele, hanem megyek a másikért. Nem. What the heck? Jó, ezt akartam lakasztani. Na, elmegyek a felrakadó szerkezet. Vagy az vezethető? Nem, ebbe csak benne ülünk. Úgyhogy elhozom idáig. Jó, ez gyorsan odaállok mellé. Ez pont el is fogott menni, mert olyan területen van, ahol már learadtam. Hát ezzel el leszek ezzel a sok fával. De ha már ott lesz minden, akkor már csak meg lesz gyorsabban. Meg ha rájövök a módszerre, hogy lehetne legjobban megcsinálni. Igen, te kell lesz nekem. Igen, azt mondja, hogy ahhoz a géphez elmegyünk. Lehet vissza fogok állni az egyik traktorral. Főleg amíg végzett most a vetéssel. Kíváncsi, hogy hát biztos az ezek is, ez csak úgy működik, ha én irányítom. Tehát alkalmazottan nem fog működni. Elmenne a világból. Hogy kéne ezzel beállni? Megvan, oda hátról betolatok. Ennek a legkicsi rakadó része van. Na, melyik közelebb? Jó nagy fába vágtam a fejszem. Ja, most mentem rá a rönkre. Ami itt maradt. Mamint a tönkre. Tönkre mentem. Hát ez valószínűleg nem fogom tudni megcsinálni, de...
Próba szerencse. Na, ebbe hogy tudok beleülni? Így. Hoppá. Ez ilyen hirtelen haragú. Mert de ez így nem fog menni, ahogy én gondoltam. Ezzel még hátrébb. Beszarultam. Nem jön, nem tudok hátrébb menni. Nem hát. Akkor ez így fail. Akkor vágjuk kisebbre a fát. Na, már ott volt a vonal. Na, hogy tudom én ezt itt elvágni okosba? Egyszer. Hát ehek. Oké, el van vágva csak. Vagy dehek? Inkább a másik irányból. Így. Bele ne vágjuk a lábamba. Ezt nem tudom innen. Magam felett vágom a fát. Ez elég érdekes így. Miért nem akarok tövébe vágni? Rám esik a fa. Mint a széke is a fiába. Maga felé dől a fa. Oké. Ezt elég sokáig vágja. Jó van. Rendben. Azt majd lentről. Ha már leestem, akkor már innen ezt vágom. Rám esett a fa. Nem tudok menni. Arrébb. Muszáj voltam elteleportálni magamat, ha visszatalálnék egyszer. Na most már hátrébb tudok menni. Jajjaj, bug zórik. Itt soha az életben nem fogunk tudni így innen elvinni. Nem tudok fát venni, ha így mozog. Nyugodjál meg, fa. Úgy van. Csak nem nyugszik. Akkor váljuk rá ezeket a gajakat. Ezért jó, amit én ültetek fákat, mert... Azok szép egyenesek. Már megint beszúrultam. Ezt miért nem tudom, hogy... Na végre. Na nézzük, mekkora fa fél erre rá.
Mondjuk egy ekkora. De hogy ilyenkor nem tudom mozgatni a kamerát, az nem látom, hogy most mit vágok. Most mit vágtam el? Ha? Oké. Na hol járunk? Itt elvágjuk. Hát ez egy kicsit időigényes lesz. Közben gajazok, de hát nem jön össze. Na, nézzük, hogy ezt most már fel tudom emelni. Kár, hogy ez nem járós ez a vacak. Szegény fa. Itt remeg nekünk. Ez innen le fog borulni, mi? Jó, és mivel zárom össze? Ez fel, le, erre, erre. Le, fel. Ki, be. Jó, csak vissza kell kapcsolnom ezt a segítséget. Ez eddig oké. Habár ezt gombbal nyom, csináltam én. Lehet gombbal nyitottam ki, meg zártam be. Ó, oh, van ilyen nézet is, tök jó. Most ilyenkor nyomok összefelre mindent. Ó, oh, X-el le tudom zárni. Igen. Mi az, hogy 9 átnézet? Ja, térkép nézet. Na, mi volt a... Mert csak internetben megnézni a... billentyűzeteket. További lehetőség egy gombbal. Jó. Ez az első, ez a... Ez a másik. Jó. De mivel zárom össze? Jó, ezt mindjárt megnézem. Vissza is értem, nekem át volt állítva már. Ez a billentyűzet. No. Ez volt, meg ez volt beállítva nekem. Miért nem működik? De emeljük ki. Nem, csak a kihúzás van. Meg a behúzás. Igen, az a lámpa. Ez a mozgatás. Ez a forgatás, igen. Aha. Erre állítottam. Jó. Igen, van itt forgatás is. Jó, akkor így állítottam a múltkor. Hát ezt már egyszer beállítgattam, csak nem emlékeztem rá, amik voltak ezen. Ezt az életben nem bírja felemelni. Na jó, ezzel el leszek egy darabig. De nem videóban, úgyhogy szépen ide átszállunk. Nem ezt akasztjuk le.
Hanem kipróbálom az ekét. Sose ekésztem. Hogy itt fel lehet-e ezt itt szántani ezeket a területeket. És akkor majd azzal még majd fogok foglalkozni részen kívül. Azokat a fákat onnan tényleg el akarom paterolni. Csak még ezért darúval felszerelem, az több évezred. Na nézzük, hogy működik ez a ekebátyó. Valahogy úgy kéne ezt megcsinálni, ezt a területet, hogy a kettő egybe lehessen nyitni. Vagyis remélem meg lehet. Na, először is ez hogy lehet megcsinálni, hogy tökéletes legyen. Így egyenesen oda megyünk ki, pont ahol van a fa. Aha. Na, ez hogy van? Leeresztük? Nem, ezt bezárjuk, mi? Most vagy hogy nyílik ki? Nem ez szállításra van? Hogy van használatra? Így. Ekét nem akarjuk forgatni. Becsatolni nem. Területek létrehozásának engedélyezése. Területekre korlátozás. Na mindegy, ezt mindjárt megnézzük. Van munkaerő felvétele, de jó. De hát most úgyis csak meg akarom nézni, hogy hogy működik ez. Mivel kapcsolom be? V. Aha, most nem csinálja a területet. Akkor az O betűvel csináljuk az új területet elméletileg. Jó, na ebbe az irányba egyenesen. Na az utat felszántjuk? Azt is, ez az. Picit balra húz. Még mindig balra húz. Ezt ki akarom egyenesíteni ezt a... Hoppá! Jó. Ezt ki akarom egyenesíteni ezt a területet. Igen, nagyobb, erősebb traktor kéne. Egy picit már elmentem balra. Na, az a fa még útba lesz? Ja. Na, azt ki lehet innen vágni? Kivágunk mindent. Na. Hello. Miért nem látom? Az előbb már láttam kétszer is. Na végre. Na. Ez kidőlt oda. Majd azt is kiborítjuk. Kell a terület, és kacok, kell. Még mindig le van eresztve? Le. Toljuk el a fát, ez az, kitoljuk innen. Csak akkor nem bagalódok bele.
Kicsit lehet feljöttem. Na. Oké. Okay. Megnézzük, és megcsináljuk a terület szélét. Úgy van. Ezt már úgyis még megcsinálom normálisan. Vagy fel is emelhetjük. Úgy. Nagy, akkor a területet kialakítunk, összekötjük a kettőt. És jó is lesz. Hess innen. Na nézzük. Az előbb volt munkaerő felvétele. Aha, munkaerő felvétele. Csak a terület engedélyre van. Csak területen belül. Akkor nem mehet ki a világból. De én mehetek. Nem, most ki a csóva. Ha dehek? Jó, most be van kapcsolva. De az alkalmazott kikapcsolja. Jaj, kiemelte fel. Ja, a dolgozó is felemelte. Na, akkor egy darabig ezen el leszek, hogy összekössem a kettőt. Már csak egy kérdés. Nem O betű. Nyomok itt össze-vissza mindent. Csak azt akarom még megnézni, még ebben a részben, hogy... ezt egyből betudom, hogy különbe kell tárcsázni, csak úgy tudom ültetni, vagy ezt egyből is tudom ültetni. Még annyit megnézek. Még egy rossz gombat nyomtam. Jó, na. Csak kíváncsi vagyok, hogy a dolgozók fognak ezen dolgozni. Ezt jól mondtam. De azt is mindjárt megnézzük. Azt mondja, hogy merre dolgoztam. Hol vagyok? Ja, ott vagyok a másik szélén. Mindjárt megyek. Kiengedjük, csak ezt még meg akartam nézni. Hogy fognak-e dolgozni ezen alkalmazottak, ha már létrehozok egy új pályát, illetve hogy ezzel meg lehet-e csinálni azt, hogy... új pályán dolgozzak, hogy menjen az alkalmazott is. Mindjárt kiderül minden. Közben gondolkoztam, hogy kéne ezt a sok fát megcsinálni úgy, hogy... ne foglaljon el olyan sok időt tőlem. Úgy kéne, hogy a régiből ne is érzékeljen semmit. Hogy itt el lehet-e menni alkalmazottal. Ahogy forgolódik össze-vissza az a vacak. Akkor állok még egyszer. Nem akarom, hogy belelogjon a régi területből, mert hogy azt hittem, hogy csak azt a picit akarom húzni. Na, innen elindítom, akkor fog menni, vagy nem? Jó, tökéletes.
Zsír. Na hát ezzel leleszek egy jó darabig. Még ezt megcsinálom, ezt a területet. De lesz egy nagyon nagy egybefüggő területem. Úgyhogy én ennyi akartam ebbe az epizódba. Hát többet is akartam volna, csak azzal a fával faj rengeteg időt el fog venni, nem mindegy. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt az epizódot, és akkor majd jövök a következő epizóddal. Addig is, sziasztok!